Köszöntöm a kedves nézőket, a Weekend második részéhez értünk, és olyan témáról beszélgetünk, ami azt gondolom, hogy egyszerre szívet, lelket melengető, hiszen állatokról gondoskodni mindig nagyon jó érzés. Ugye azt mondják, hogy aki szereti az állatokat, az tulajdonképpen ő is egy kicsit jobbá teszi önmagát is. Másrészt pedig azt gondolom, hogy adni mindig jó, de talán karácsony táján egy kicsit többen vannak, akik adakoznak. A következő percekben az állatokért tehetünk mi, és hogyha nagyon figyelünk, és megtudjuk, hogy mi mindennel segíthetjük. Konkrétan a PCAS, ugye? Állatmentő és Környezetvédelmi Egyesületet. Gyakorlatilag egy picit azért tegyük helyre a dolgokat. Ugye itt Nyíregyházán is több olyan csoportosulás van, vagy nem is tudom, egyesület, szerveződés, akik állatokkal foglalkoznak, állatokat mentenek, vagy azokra vigyáznak, vagy átmenetileg otthon biztosítanak nekik. A ti egyesületetek mitől más, vagy mitől több? Gyakorlatilag minket a megyében ismernek legkevésbé, ennek meg is mondom az okát. Mi alapvetően 17 éves szervezet vagyunk ebben az évben, most novemberben ünnepeltük a 17. születésnapunkat. 7 éve, 2010-től mentünk folyamatosan gyepmesteri telepekről. És gyakorlatilag országosan dolgozunk, nagyon sok mentést segítettünk elindítani, illetve nagyon sok állatmentőnek segítünk gyepmesteri telepekre bejutni, hogy onnan az állatokat tudják menteni. És igazából mi nem vagyunk ugye menhely specifikus, nem vagyunk helyhez kötött szervezet, tehát gyakorlatilag nekünk nincs állatmenhelyünk, nincs egy olyan hely, ahol minket el lehet érni. Mi folyamatosan úton vagyunk, folyamatosan mentjük az állatokat, saját magunknál rehabilitáljuk őket, befogadóink van néhány darab, náluk tartjuk, tehát mi egy picit így kívülállók vagyunk ebből az úgymond hagyományos értelemben megismert állatvédő szervezetektől. A mi munkánk is kívülálló ezen, mert nem a hagyományos állatvédelmet folytatjuk, a kínzott állatokat, a balesetesre, illetve a gyepmesteri telepen altatásra váró állatokat mentjük, és ezért gyakorlatilag mi állandóan egy ilyen mókuskerékben megyünk, utolérhetetlennek tűnünk, de a közösségi oldalunk az fix. Tehát ott mindig utolálnak minket érni, e-mailen. Sőt, most itt Nyíregyházán, ugye a Nyíregyháza belvárosában található bevásárlóközpont egyik emeletén, pontosan az első emeletén, ugye? Ott lesztek, hiszen egy karácsonyi adventi vásár tartotok, ez pedig december 1 és 10-e között, tehát azért ez egy komoly időintervallum, ugye 10 napon keresztül, reggel 9 és 20 óra között várjátok majd nem csak az érdeklődőket, akiket nyilván akár be is avattok a munkátokban, hanem azokat, akik valamivel tudnak segíteni. Hogy képzeljük el ezt? Mi az, amivel lehet segíteni? Gyakorlatilag nekünk a legnagyobb segítség, hogyha megosztják a posztjainkat a közösségi oldalunkon. Külföldön vannak igazából támogatóink, sajnos Magyarországon nem nagyon sikerült kiépíteni a támogatói hálózatunkat az időintervallum hiánya miatt. Hát ez is a munkánk jellegéből adódik, hogy nincs időnk várni, mert ezek az állatok meghalnak. És ki kellett nyitnunk egy olyan területre, ahol sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban tudjuk a mentéseinket végezni. És itt mi Magyarországon ugye dolgozunk, ezért is kevés időnk jut valójában saját magunkról írni, a saját munkánkról, a környezetünkben élő embereket elérni, mert egyszerűen nincs segítségünk, tehát mindent magatoknak kell magunknak csinálni, kell úgy kell ezt intézni. Éjszaka, nappal, hogy reklámozni reggel, kellene mindent, a tevékenységet, pénzt gyűjteni, pontosan, ugyanakkor bemutatni pedig a saját tevékenységünket, a mentéseinket folyamatosan tölteni, tehát gyakorlatilag iszonyat módon le vagyunk folyamatosan maradva önmagunkhoz képest, a napi ritmusunkhoz képest. Hát nekünk a legnagyobb segítség valójában az, hogyha például mi nekünk nagyon sok takaró érkezik külföldről, ezért mi ezt lemondunk olyan szervezetek javára, akik nem kapnak máshonnan, illetve mi magunk is szoktunk adni tovább az adományainkból. Valójában a reklám érték nekünk, ami csak a munkánkat és a céljainkat reklámozza, hogy a gyepmesteri rendszert átalakítsuk Magyarországon, és elérjük azt, hogy egy állatvédelmi szemlélet alakuljon ki. Azért sokan azt gondolják, hogy a gyepmesteri telep az olyan, mint egy ilyen kis wellness hotel az állatoknak, ugye ott kapnak enni, esetleg oda el lehet menni, és onnan a kutyusokat örökbe lehet fogadni, és keveset beszélünk arról, hogy nem minden kutyát fogadnak örökbe. Gondolom, pont ők azok, akiket ti próbáltok megmenteni. Mikor jut el egy állatka abba a stádiumba, vagy a törvények mikor mondják azt ki, hogy egy idő után
őrájuk már nincs szükség, mert senki nem keresi őket. A gyakmesteri telepekre a magyar jogszabályok szerint hivatalosan 14 plusz 15 nap, egyébként a 14. nap után a legnagyobb részén a gyakmesteri telepeknek ezeket az állatokat megsemmisítik. Szándékosan nem használtad az elaltatni szót? Igen, mert sok embernek pozitív kötődése van ehhez a szóhoz, de ez hivatalosan nem azt jelenti, amit az ember hozzá csatolna, hogy szépen elalszik egy állat. De akkor mondjuk úgy, hogy elaltatják őket 14 nap lejárta után, ugyanis állami tulajdonba kerülnek, gazda hiány, és ilyenkor az állam, tehát az önkormányzat saját jogkörön belül rendelkezhet a sorsukról, hogyha nem találnak nekik megfelelő időben gazdát és befogadót, akkor a magyar jogszabályok jelen pillanatban megengedik számukra azt, hogy ezeket az állatokat ők elpusztítsák. 14 nap az nagyon rövid idő. Így van. Tehát bekerül egy kutya, két hét múlva valaki nem viszi el. Gondolom azok a kutyusok, akik gyönyörűek, vagy mint pedigrések, azokat lehet, hogy elviszik. De egy idősebb kutyát, akinek mondjuk elpusztul a gazdia, és szegény még fel se tudja fogni, hogy mi történt vele, az biztos, hogy nem viszik el, vagy ha nem olyan tetszetős a kinézete. Pontosan így van. És akkor mi történik? Ti megjelentek, és? Mi megjelenünk, és megpróbálunk először a háttérben humánusan leülni, tárgyalni a vezetőséggel, illetve az üzemeltetőkkel, és megpróbáljuk rávenni őket arra, hogy adjanak nekünk lehetőséget arra, hogy ezek az állatok innen kiszabaduljanak, és megpróbálunk segíteni abban, hogy hirdetésekkel kijárunk fotózni. Jelen pillanatban 7 gyepmesteri telepet próbálunk meg kiszolgálni 3 megyében, és folyamatosan járunk, visszük a kutyaházakat, fotózzuk az állatokat, hirdetjük őket, próbálunk nekik gazdát találni, a legesélyesebbeket, és ha segítenek szervezetek, átveszik, akkor őket elszállítjuk hozzájuk, a többit pedig mi magunk próbáljuk meg saját magunknál elhelyezni. És hány kutya van most nálatok? A gondozásunkban általában 140 kutya van folyamatosan, és további 60-ról, 70-ről, 80-ról gondoskodunk úgy, akik még a gyepmesteri telepeken vannak, illetve általában egy ilyen 40-50-es várólistánk folyamatosan van, hát még ezen kívül. Nagyon sok kutyus, tehát azért ide is el kell a pléd, meg gondolom a mindenféle kutya eledel, vagy az élelem az, vagy a különböző gyógyszerek, vitaminok, ugye hát azért arra is kell gondolni, hogy a kutyusoknak is szükségük van, főleg télen különböző olyan táplálék kiegészítőkre, amitől egy kicsit esetleg fittebbek, vagy egészségesebbek lennének éppen azok a kutyák, akik mondjuk esetleg nem, hát egy kicsit már a nyugdíjkor határhoz. Igen, erre mi nagyon odafigyelünk, mert nálunk a beteg, öreg, sérült, háromlábú, vak, béna kutyák, azok nagyon gyakran megfordulnak. Mert ugye mi maradunk legutoljára, tehát mi adjuk magunkat legutolsó sorban, akiket mások már nem tudnak bevállalni, átvenni, azokat mi magunkhoz vesszük, és nekünk szerencsére szoktak lenni nagyon jó örökbefogadóink ezekre az állatokra is. Beti, volt egy másik akciótok is, ugye? Igen. Pedig a hűtőszekrényekkel kapcsolatosan. Pont. Ezzel hogy álltok? Vagy van-e még erre lehetőség, ha valakinek régi megunt hűtője van? Folyamatosan gyűjtjük a régi rossz hűtőszekrényeket, fagyasztóládákat, bármit, amit folyamatosan alakítunk át téli menedékek ki olyan kutyáknak, akik szegény családoknál élnek. Maguk az állatok jó egészségügyi állapotban vannak, akik nem, azokat mi honnan elmozgatjuk, tehát azokat magunkhoz vesszük. Aki jó egészségügyi állapotban van, oltási státusza rendezett, azoknak mi házat készítünk és kihelyezzük ezekből a hűtőszekrényekből, ugyanis meg szoktak kövezni, érte, de sajnos van egy prioritás is. Azokat az állatokat nem szoktuk elmozdítani, akik megfelelően el vannak látva valamilyen szinten, nem szorulnak rá egészségügyileg vagy lelkileg a mentésre. Ezeket helyben tartással próbáljuk meg az életkörülményeket javítani, illetve onnan gazdásítjuk tovább, hogyha szükséges, de most mivel jön a tél, jön a hideg, ezért a legtöbb állatnak szüksége van arra, hogy ne fagyjon meg. Hát lányok, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Én bízom benne, hogy december 1-e és 10-e között, reggel 9 és este 8 óra között nagyon sokan megkeresnek titeket, személyesen is felajánlhatják segítségüket, akár fizikai segítségüket. És nagyon-nagyon remek árukészletünk van, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Ja, hát ezt elfelejtettük mondani, hogy ez egy vásár, ugye? Vásár, egy adventi vásár. Gyakorlatilag a gyerekruhától a háztartási cikkig, a lakberendezési tárgyakig, ajándéktárgyakig, állatfelszerelési dolgokig nagyon-nagyon sok jó minőségű dolgot fogunk árulni. Most teljesen fel vagyunk töltve, úgyhogy nagyon sokat dolgoztunk vele. Mindenkit várunk szeretettel, mert tényleg karácsonyra biztos, hogy nagyon sokan találnak majd ajándékot, és nagyon jó árakon.
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Következő beszélgetésünknek kettős apropója is van, és hát természetesen, ahogy a műsor elején is kezdtem, ugye közeleg az advent, a karácsony, úgyhogy egyrészt ez lesz a téma egyik oldala, a másik pedig egy jubileum. Szeretettel köszöntöm vendégeinket. Monika, az Early Act klubról én magam nem hallottam még. Pontosan mivel foglalkoztok, és hogyan kerültetek kapcsolatba a József András Múzeummal? A József András Múzeummal a Nyíregyházi Rotary Klub évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol, és különféle rendezvények, közös rendezvényeink vannak. Az egyik ilyen a Mikulás, a másik pedig a húsvéti hagyományőrző kavalkád. Mind a kettőnek a helyszíne a József András Múzeum. És a Rotary Klub minden Mikulás ünnepségre a városból azokat az iskolákat hívja meg, ahol fogyatékkal élő gyerekek, vagy ahova a fogyatékkal élő gyerekek járnak, és nekik szoktunk különféle műsorokat szervezni. Holnap lesz pont a József András Múzeumban ez a Mikulás ünnepség, ahova 400 gyereket várunk, a Bárci iskolából, a Ridenszből, a Nyírbátori Éltes Mátyásból és a Göllesből, és ide kapcsolódik be a Kazinczy Ferenc Tagintézménynek az Early Act klubja. Az Early Act klub az pedig a Rotarynak a legfiatalabb szervezet, az általános iskolás szintű, ahol két év avattuk pont ezen a napon a gyerekeket, az akkori elnök Pák István avatta föl őket, és azóta kapcsolódnak be minden ilyen rotaris rendezvénybe, testvérkapcsolatot ápolnak a Bárci iskolának az egyik osztályával, szoktunk közös műsorokat szervezni, és ezeken a hagyományőrző műsorokon, mint például a húsvéti, ott pedig ilyen vegyes csapatokat szoktunk kialakítani, ahol ilyen akadálypályán mennek a gyerekek, és itt megismerik egymást, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk az integrációt már ebbe a korba. Úgyhogy az Early Act végül is a Rotarynak a legfiatalabb szervezete. Gyakorlatilag az utánpótlás, ugye? Hiszen már ők akkor egészen pici korukban megtanulják azt, hogy milyen jó adni, hogyha az embernek van plusza esetleg, vagy akár csak van arra hajlama, hogy befogadjon valakit, közelengedjen magához egy olyan embertársat, akinek esetleg az élet valamiből kevesebbet mért. Hát akkor nagy öröm lesz, azt gondolom, amúgy is a Mikulás várás az mindenkinek izgalmas, még a felnőttek is sokszor szeretnek elvarázsolódni. Ma reggel éppen azt hallottam, hogy a József András Múzeumban egyébként is nagyon pozitív a hangulat. A fejedelmek kincsei kiállítás több mint 3000 látogató megnézte eddig, és hát reméljük, hogy még többen megfogják, hiszen tovább is várjátok a kedves érdeklődőket. Február 28-áig hosszabbítottuk meg a kiállítás megtekintését. Nagyon népszerű. Szeretnénk még, hogyha még népszerűbb lenne a diákok, illetve az iskolák körében. Erre a kiállítási anyagra a múzeumpedagógiai programot is szervezett a József András Múzeum, úgyhogy várjuk szeretettel a diákokat is, illetve Nyíregyháza polgárait, lakóit ennek a kiállításnak a megtekintésére. És egy bizonyos kis cipősdoboz akcióról is kellene beszélnünk, ez pedig már a karácsonyra való készülődés jegyében, és szintén ugye a segítés és a gondoskodás jegyében hirdetődik meg. Igen, ennek az előzménye volt, hogy ezelőtt egy másfél héttel, két héttel együttműködési megállapodást írt alá a József András Múzeum a Rotary Klubbal, ami tulajdonképpen egy megújítása volt egy korábbi megállapodásnak, de ez kiterjedt most már más dolgokra is. A múzeum új vezetése törekszik arra, hogy nyisson intézmények fele, programok fele, nem csak kultúrát adunk, hanem próbálunk segíteni is, és tulajdonképpen itt csatlakozott be ez egy kis doboznyi szeretet. Nem is akció, hanem inkább segélyprogram, amelyben a Rotary partner lett abban a pillanatban, és az ajándékozásnak azt a formáját választottuk, hogy aki teheti, hogy van olyan felesleges ruhája, játéka, vagy élelmiszer tud vásárolni, vagy éppen testápoló, vagy éppen valamilyen illatszer dolgokat, akkor ezt egy cipős dobozba beleteszi, becsomagolja, és ezt a múzeum aulájába a portál szolgálatnak leadja. Ez a cipős doboz akció azt gondolom, hogy más szervezetek kapcsán már híressé vált. Talán ki is mondhatjuk, hogy a baptista egyház ugye már hosszú évek óta gyakorlatilag ilyen módon várja felajánlásokat.
hogy mindig azon gondolkodom, hogyha ezek ugye be vannak csomagolva, és az ember nem tudja, hogy mi van benne, akkor hogyan kerülnek aztán valakihez? Vagy itt éppen az ajándékozásnak van egy ilyen abszolút meglepetés ereje? Vagy felírjátok, hogy miben mi van? Tehát ez sokkal tudatosabban van akkor szervezve. Megkérdezzük, és akkor általában ráírjuk a dobozra, hogy milyen korosztálynak, kisfiúnak, kislánynak, vagy esetleg felnőttnek szánják ezt a dobozt, és akkor sokkal könnyebb utána a rászorulóknak odaadni. Azon gondolkodtam, hogy azért közeledünk ugye az év végéhez, ilyenkor mindenki visszatekint erre az esztendőre. Hát akkor fölteszem a kérdést, ugye a József András Múzeumnak, mint a Rotary vagy a fiatalabb generáció klub vezetőjének, hogy milyen évet zártatok ebben az esztendőben, mik voltak a legnagyobb dolgok, mik voltak azok, amire a legbüszkébbek vagytok így évvégén? Hát amire most nagyon-nagyon büszke a Nyíregyházi Rotary Klub, és ennek részese volt az Early Act Klub is, az integrált játszótér pont a héten egy nagyon-nagyon szép országos pályázaton első díjat nyert, és a nemzetközi megmérettetésre is meghívást kapott, úgyhogy Dubajban lesz májusban a nemzetközi díjátadó. Reméljük, hogy ott is fog nyerni a játszótér, úgyhogy pont hétfőn voltunk Budapesten, és ott kaptuk meg a díjat. És az early aktosok ugye ebbe úgy kapcsolódtak be, hogy a kerítéselemeket önkéntes munkába festették ki. Akkor a Kazinczy iskolában még két early act klub volt, a nyolcadikosok, meg a mostani hatodikosok, akik ugye két éve lettek avatva, és ők festették ezeket a kerítéseket oda az integrált játszótérre. Úgyhogy egy kicsit úgy magunkénak is érezzük ezt, és ez számunkra nagyon nagy öröm volt. Én úgy gondolom, hogy ebbe az évben ez volt a legnagyobb, ami... Egyébként ez csak a Kazinczyban működik? Ez csak az early act? A városban, csak a Kazinczy iskolában, igen, és országosan is 5 early act klub van csak. És júniusban szokott lenni egy ilyen országos találkozó, ahol minden early act klub találkozik, és ott bemutatják egymás munkáit, miket csináltak abba az évbe. Nagyon-nagyon jó hangulatú szokott lenni, Máté Szalkán szokott lenni a Phoenix Parkban. Úgyhogy ez egy egész napos rendezvény. Hát akkor szorítunk Dubájra. Hát igen, köszönjük szépen. A múzeumnak én azt mondom, hogy kiemelt programja, illetve amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a fejedelmek mesés kincsei kiállítási anyag az lekerülhetett, ez a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja keretében valósult meg itt Nyíregyházán. Ezt majd tudomásom szerint, illetve tudom azt, hogy 6 városban volt kiállítás ebből, illetve mi voltunk az utolsó állomás. Az, hogy egyre több látogatók van, arra nagyon büszkék vagyunk, illetve arra meg különösen büszkék vagyunk, hogy jövő év március végén a Szeúzó kincsek Nyíregyházán lesznek. 3 hétig lesznek megtekinthetők a József András Múzeumban, úgyhogy 2018-ban ez a kiemelt programunk. De nekünk tulajdonképpen még most legutoljára december 1-e, a holnapi nap az egy különleges nap, mert József András napját ünnepeljük ezen a napon, és ami egy kis ajándéktasakkal is készültem, kis ajándékkal, mint mutattam, 150 éves a... Hát köszönöm szépen, ezért egy puszit is adok. Lesz a József András Múzeum. Már teljesen így a Mikulás és a kultúra jegyében. Hát az ajándékozáshoz szól most úgyis ez a műsor. És tulajdonképpen most a József évét kezdjük meg, ez év december 1-ével, és 2018. december 1-ig rengeteg programunk, kiállításunk, konferenciánk, szakmai napunk lesz. Hát amit még szeretnék, és ezt is egy kicsit mondjam azt, hogy a karácsonyhoz tartozóan, lesz egy kiállítás, megnyitunk december 1-én 15 órától. Ez a Zsesovi Regionális Múzeumnak egy időszaki kiállítási anyaga. Megszületett címmel lesz a kiállítás bemutatása. Ez karácsonyi betlehemek felállítását, illetve azokat lehet megtekinteni. És hoztam még egy kis ajándékot neked. Ez azért különleges, mert ezek a díszek ostyából készültek. Lengyelországban nagy hagyománya van az ostya díszeknek, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Akkor és mindenkit szeretettel várunk, természetesen a kiállítás megnyitójára, illetve a kiállításra, amely január 15-ig tekinthető meg a József András Múzeumban. Köszönjük szépen. Adventi forgataggal folytatjuk, lehet, hogy az ostyához még egy kis bort is kapunk. Vásáros Naményban is egy nagyon színvonalas adventi forgataggal, kulturális forgataggal várják a kedves látogatókat. Liptákné Juhász Anikó érkezett hozzánk, és én viccesen mondtam, hogy az ostyához hát ha lesz bor, hát itt jelen pillanatban nem, de elképzelhető, hogy a kirakodó vásárban akár egy jó kis forralt bort is kóstolgathatnak majd a Vásáros Naményiak. Viszont ahogy így a plakátra nézek, és meg is mutatom majd hamarosan a nézőknek, nagyon-nagyon színvonalas és színes programot állítottatok össze, olyan, mint egy
gyönyörű karácsonyfa egy-egy kis díszével. Mesél erről a rendezvény kavalkádról tulajdonképpen. Igen, hát ez is a szándékunk, hogy karácsonyfa díszeit felrakjuk az adventi időszakban. Vásárosnemény, 5 éve szervezzük meg az advent vásárosneményben programsorozatot, amely a teljes adventi időszakra kínál programot igyekszünk minden korosztálynak minden korosztályt megérinteni a programjainkkal. Ugye vasárnap vannak a adventi gyertyagyújtások Szent István téren, térre költözött át tavaly, és itt lesz idén is. Ez mindig 4:30-kor kezdődik, az egyházi felekezetekkel közösen gyújtjuk meg, mindig egy másik egyházi felekezettel közösen a gyertyát. Van színes program, helyi iskolások, óvodások énekelnek, és aztán ezt követi mindig egy nagyobb koncert. Idén a 3 vasárnapra szervezünk programot, ugyanis most úgy esik, hogy az advent 4. vasárnapja az egyben szent este is, és úgy döntöttünk, hogy este már a családoknak adjuk meg a készülődésnek az örömét. Az első vasárnap most vasárnap lesz, ugye, egy Szekeres Adrián templomi koncertjével kezdünk. 10-én második vasárnap a Talambáik jönnek hozzánk Horgas Eszterrel, a Francia Szerelem című művet adják elő, és a 3. vasárnap pedig kórus találkozó lesz. A testvérvárosainkkal már évek óta, ez egy hagyományos program nálunk, évek óta megszervezzük. Mert az ez egy nemzetközi kórus találkozó, ahogy említetted, hiszen ezek a testvérvárosok a határon túl találhatóak, ahogy itt nézem Beregszászról, Pest-Szentlőrincről is, Vásárosnaményból érkeznek. Igen. A kórusok, de nem akarom beléd folytani a szót, mert azt gondolom, tőlem ezt te sokkal jobban tudod, hogy ki mindenki érkezik Vásárosnaménybe. Tehát ez a 3. vasárnap, és közben, ahogy látom, azért a csütörtökök, a szombatok, a szerdák, tehát a hétköznapokon is kínáltok programokat a látogatóknak. Igen, vannak hagyományos programok, amelyet minden évben megrendezünk. Ez az egyik ilyen a készülődés a gyerekeknek, általános iskolásoknak és középiskolásoknak szervezünk egy családi készülődést. Ott díszeket, karácsonyi díszeket készíthetnek, ezeket természetesen mind mi bocsátjuk a rendelkezésükre, és ezeket haza lehet vinni, aztán otthon örülni ennek. Ez a készülődés, amely minden évben megszervezzük, illetve az úgynevezett édes délutánt, amikor mindig valami más programot találunk ki. Tavaly Vásárosnemény a Beregszíve Lugó díszítőversenyt rendeztünk mézes kalácsból. Ugye a szívmézes kalácsokat lehetett díszíteni, és ebből egy versenyt szerveztünk, illetve mézes kalács házikó díszítőversenyt, de készítünk szaloncukrot, bombonokat, tehát ami a karácsony várásnak az édességeit jelenti. A Mikulás nap az egy nagyon fontos nekünk, mert hogy mindig jön egy színvonalas előadó, most Kovácsovics Fruzsi fog a kicsiknek énekelni, és hát van Mikulás ház, természetesen ott el lehet vinni a leveleket, és ott fogadja a Mikulás a gyerekeket, illetve Mikulás vonat is van egy napon. Úgyhogy ezek a hétköznapi ezek rendezvények. Ezek a művelődési központban lesznek ezek a helyszínek? A koncerteknek egy része van csak a művelődési központban, ugye a Szekeres Adrián koncert az templomi lesz, illetve a kórus találkozót azt van egy Lónyai Mennyherceg középiskolánk, és annak az aulájában nagyon jó az akusztikája, úgyhogy ezt általában oda visszük ezt a programot, de a nagyobb koncertek igen a művelődési központban vannak. És úgy látom, hogy azért így, ugye a gyerekműsor mellett rock és blues klasszikusokat is hallgathatnak, tehát tulajdonképpen mindenféle generációnak, vagy majdnem minden generációnak és különböző stílusoknak is otthont adnak majd ezek a koncertek. Hogy érzed? Azért ugye Vásárosnamény egy picit kisebb város, mint Nyíregyháza, és legalábbis ugye a laikusok úgy gondolják, hogy minél kisebb egy település, annál nyugodtabbak az ott élők, és annál több időt tudnak szentelni esetleg a felkészülésre, a lecsendesedésre, így karácsony táján. Megerősíted ezt, vagy ez csak egy ilyen illúzió, ami mondjuk az én fejemben él?
Valószínű, hogy nálunk is úgy van, hogy aki dolgozik, az egy gyorsított tempóban él, de mi éppen ezért gondoltunk 5 évvel ezelőtt arra, hogy ne csak karácsony előtti héten gondoljanak az emberek a karácsonyra, hanem a teljes adventi időszakban kínáljunk olyan programot, ami pont arra készteti az embereket, hogy egy kicsit lecsendesedjenek, figyeljenek belőre, és hát, hogy a karácsony igazi üzenete is eljusson az emberekhez. Így emiatt szervezzük meg a karácsonyi adománygyűjtést. Tavaly indítottuk el ezt a városban, egy nagyszabású, nagy összefogással megvalósuló kezdeményezés volt. Ebben az önkormányzatunk egy koordináló szerepre vállalkozott. Karácsonyfákat természetesen azt is adományból helyeztünk ki azokhoz a cégekhez, szervezetekhez, iskolákhoz, akik csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Tavaly családoknak gyűjtöttünk, és ennek kapcsán 250 családhoz tudott eljutni a karácsony igazi üzenete. Az, hogy akik tudnak segíteni és szeretnének, azok tudjanak a rászoruló embereken segíteni. Ebben az évben ez most nagy öröm nekünk, hogy akik tavaly csatlakoztak, mindenki idén is teljes mellszélességgel a program mögé állt, úgyhogy már kint vannak az adománygyűjtés szimbolizáló fák, és gyűjtjük jelen esetben, most ebben az évben a gyerekeknek gyűjtünk, 14 éven aluti. Igen, játékot, könyvet, igen, olyan használati cikket, kicsiknek, pelenkát, tehát amik a hétköznapokat is segítik, de természetesen olyat édességet, könyvet, játékot, ami boldogabbá teszi annak a gyereknek is, akinek otthon nem lesz a fa alatt más ajándék. Azért ez azt gondolom, hogy nagyon sok embernek az együtt szívdobbanása, gondolkodása, és igazándiból ugye fizikailag is nagyon sok feladat van ezzel. Gyakorlatilag úgy kell azt elképzelni, hogy még 23-án is lázasan készültek arra, hogy oda kerüljenek ezek az ajándékok, vagy akkor már megvan minden is. Mert akkor csak az örömöt kell figyelni, amit elértek ezzel. Igen, hát minden évben okosabbak leszünk, és hát nyilván mi, aki ebben elég sokan dolgozunk, mindenki szeretné a saját karácsonyát is otthon örömmel megélni. Úgyhogy most 19 és 21-e között juttatjuk el a gyerekeknek az adományokat, és utána már mindenki, aki ebben dolgozik, is tud az otthoni karácsonyára koncentrálni. Hát köszönjük szépen, Anikó, kívánunk a kollégáidnak is nagyon... nem is tudom mit, sok sikert, illetve boldog karácsonyt, mert nem biztos, hogy találkozunk, meg kitartást ehhez a munkához, azt hiszem, hogy tényleg az az öröm, amit majd visszakapnak, vagy látnak a csillogó gyerekek szemében, az mindenképpen azt fogja bizonyítani, hogy megérte. Hát még az elején vagyunk az adventnek, én azt kívánom a kedves nézőknek, hogy menjenek, készüljenek, csendesedjenek, akár vásárosnaményban most 3-án a templomban, Szekeres Adrián koncertjén, vagy bárhol, hol a megyében egy picit hangolódjanak az ünnepekre. Köszönjük, hogy velünk voltak, viszontlátásra!